Köszöntöm nézőinket, önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Kata, változások az egyéni vállalkozások kötelezettségeiben és adózásában. Felmérés, a vasút használati szokások feltérképezésére indult kutatás. Szúnyoginvázió, közösen kérnek segítséget a dunakanyari polgármesterek. A Katáról kijelenthető, hogy 2020-ban ez a legnépszerűbb adózási forma az egyéni vállalkozók körében. Egyszerű, konkrét és a hétköznapi embereknek is elérhető. Évente, így most 2020-ban is komoly változásokra kell készülni. Ideiglenesen adózási könnyítéseket vezetett be a kormány a koronavírus járvány által okozott gazdasági károk enyhítésére, március, április, május, június hónapokra bizonyos vállalkozásoknak. Bizonyos TESZOR számoknál, a KATA hatály alatt tartozó vállalkozásoknál könnyítést kaptak a kormánytól. Március, április, május, június hónapra nem kellett megfizetni kinek az 50 ezer, kinek a 25 ezer forintos KATÁt. Tehát ez azt jelenti, hogy augusztus 12 jelen pillanatban, jelen állás szerint augusztus 12-én kell majd fizetni az első járulékot, amit ugye a karantén után, vagy a Covid után kell befizetni. 2020-ban változás állt elő az online adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban. Aki áfás, annak 100 ezer forint feletti áfatartalom esetén bejelentési kötelezettsége volt eddig is. Ez az alanyi adómentességet élvező katásokat eddig nem érintette. 2020. július 1-től viszont minden belföldi adóalanynak kiállított számla esetén online adatszolgáltatási kötelezettség lép életbe. Ez nem csak a katás vállalkozásoknál, mindenkire vonatkozik. Július 1-től át kell térni az online számlázásra, illetve nem kötelező áttérni az online számlázásra. Ennek az a lényege, hogy aki eddig papír alapon állította ki a számláját, annak két lehetősége van. Vagy ugyanúgy kiállítja továbbra is papír alapon a számláját, viszont akkor 4 napon belül fel kell tölteni a NAV-nak a honlapjára. Hogyha nem papír alapon van kiállítva a számla, akkor pedig online kell, tehát valamilyen számlázó rendszert kell választani, és online kell a számlákat kiállítani, amit egyből lát is a NAV, tehát megkapja a számlákat. Telefonos alkalmazással is le lehet tölteni. Én egyfajta számlázó rendszert ismerek, erről tudnék nyilatkozni. Ebbe a számlázó rendszerbe van egy ingyenes változat, az ingyenes változatnál nem lehet ilyet megtenni, viszont természetesen van olyan változata is, ami fizetős. A fizetős változatban abban valóban ki lehet állítani online a számlákat, akár a telefonodon is, és akkor telefonon rögtön el is lehet küldeni e-mailen annak, akinek kiállítottad a számlát. Tehát a partnernek rögtön át tudod küldeni online a számlát. Nem kell nyomtatni, nem kell papírt használni, de ez csak tehát az ingyenes változatra ez nem vonatkozik, csak a fizetős változatra. Az adatszolgáltatási kötelezettség mellett 2021. januárjától egy másik nagyon fontos új szabályozás is életbe lép. 2021. január 1-től most úgy tűnik, hogy elég szigorú változások lépnek életbe a kisadózó vállalkozásoknál. Az egyik az, hogyha a kisadózó egy partnernek egy éven belül 3 millió forintot meghaladó számlát állít ki, akkor a 3 millió forint feletti részre adót kell fizetni, méghozzá külön adót kell fizetni, méghozzá 40%-ot. Ezt, hogyha a kisadózó belföldi partnernek állítja ki, akkor a partnernek kell fizetni, tehát nem a kisadózónak, hanem a partnernek, akinek kiállítottuk a számlát, annak kell befizetni a 3 millió forint fölötti rész 40%-át, és nem csak be kell fizetni, hanem a tárgyhót követő hó 12-ig ezt be is kell vallania a kifizetőnek. Hogyha külföldinek számláz, tehát nem belföldi alanynak számláz a kisadózó, akkor viszont a kisadózónak kell megfizetni a 40%-ot és bevallani. Kivételt képez, hogyha a kisadózó állami szervnek állítja ki a számlát, és ez 3 millió forintot meghaladja, az állami szervnek nem kell fizetni 40%-ot. De további változásokra is számítaniuk kell azoknak, akik egyéni vállalkozással és betéti társasággal is rendelkeznek. 2021. január 1-től még egy
fontos változás a kisadózó vállalkozásoknál, hogy megszűnik a többes adóalanyiság, ami azt jelenti, hogy ha valakinek például van egy kisadózó egyéni vállalkozása, az már nem lehet egy betéti társaságban is kisadózó, tehát nem választhatja ezt a adózási formát. Idén tehát életbe lép az online adatszolgáltatási kötelezettség katásoknak is. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden nem magánszemélynek kiállított számlát továbbítani kell a NAV felé. Emellett minden más változatlan marad, mind az adózási összegek, mind a határidők, mind pedig a büntetések az elmaradásokért. Fontos, hogy ezekre a változásokra időben felkészüljenek a kisadózók. Közösen kérnek segítséget a dunakanyari polgármesterek. Budakalász, Leányfalu, Óbuda, Pomázi, Szentendre polgármesterei közösen jegyzett levélben gyors és hatékony beavatkozást kértek az egyre elviselhetetlenebb dunakanyari szúnyoginvázió miatt. A levelet Pintér Sándor belügyminiszternek és a szúnyoggyérítésért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetőjének címezték. Mivel a mindenki által preferált biológiai és földi kémiai gyérítés a tapasztalatok alapján nem volt elég hatékony, azt kérték, hogy a tiszamenti településekhez hasonlóan mielőbb végezzék el a légi kémiai védekezést a dunakanyari településeken is. Miután a Nemzeti Népegészségügyi Központ nemrég ideiglenesen engedélyezte a légi kémiai szúnyogírtást. Kutatást indított a Budapest Fejlesztési Központ a vasút használati szokások felmérésére, melynek célja, hogy feltérképezze az ingázók közlekedési szokásait, felméri az utazási módok közötti váltási hajlandóságot, valamint megismeri a vasút használattal kapcsolatos előnyöket és hátrányokat. Több százezren ingáznak a főváros térségében naponta. A Budapest Fejlesztési Központ ezért döntött úgy, hogy felméri az utasok igényeit, tapasztalatait. A felmérésben mindenki véleményére számítanak, függetlenül attól, hogy autóval, busszal, vonattal vagy más módon ingázik. Az online kérdőív kitöltése 15 percet vesz igénybe, erre augusztus 23-áig van lehetőség. Míg Budapesten belül 10 emberből 6 reggel tömegközlekedéssel indul el munkába, iskolába. Most a járvány előtti szituációról beszélek alapvetően, de kezd azért lassan visszaállni ez a fajta közlekedési szokásrendszer már azért a városban. No, addig az agglomerációból ingázók körében ez az arány lényegesen rosszabb, 10-ből 3, tehát arányaiban kétszer annyian járnak autóval az agglomerációból Budapestre, mint ahányan Budapesten belül teszik ezt. Ennek ma már az is az eredménye, hogy számos olyan útvonalon, amely Budapestre vezet, mindennaposak a dugók, illetve ha Budapest belső területének az útjait nézzük, akkor minden három autóból egy, amelyik a reggeli csúcsidőben az utakon van, az az agglomerációval érkezik be a fővárosba. Tehát Budapestnek is, az agglomerációban élőknek is, és mivel ez a több mint 3 millió ember, aki itt a központi régióban él, nyilván nagyon jelentős mértékben járul hozzá Magyarország gazdaságához, az egész országnak is érdeke az, hogy a kötött pályás közlekedés versenyképesebb legyen, többen használják ezt. Erre készítünk stratégiát, nyilván ez vonala válogatja, települése válogatja, hogy hol milyen intézkedéseket jelent pontosan, és ennek a munkának a keretében kérdezzük most meg az ingázókat arról, hogy az ő döntéseiket mi befolyásolja, milyenek a szokásaik, hogyan ingáznak, hogyan döntenek a közlekedésről. Alapvetően a kérdőív azoknak készült, akik az agglomerációban élnek, Budapest irányítószámmal nem is engedi kitölteni, és a hetfa.hu per ingázás címen lehet ezt elérni, illetve a vonatokon, illetve az autósoknak a közutakon is osztották a kutatóintézet munkatársai ezeket a kérdőíveket, ezeket a nyár végétől kezdjük majd összegezni, és ennek a stratégia alkotási munkának a során fogjuk figyelembe venni. Az online kérdőív kitöltéséről, az eddigi visszajelzésekről Vitézi Dávidot, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatóját kérdeztük. A kiosztott kérdőíveket nagyon nagy arányban kitöltötték, ott igyekeztünk ezt úgy végezni, hogy minden vonalon jusson az ottani utasszám arányában ilyen kérdőív, és az online kérdőív iránt is jelentős volt az érdeklődés. Volt olyan nap, amikor több mint 1000-en töltötték ki. Nyilván még a nyár erre rendelkezésre, augusztus végéig, vagy augusztus 23-áig lehet egész pontosan ezt kitölteni, és azt látjuk, hogy az érdeklődés óriási, amikor posztoltam erről a kérdőívről, rengeteg komment érkezett, és nyilván az emberek, hogy mondjam, értik azt, hogy
a kötött pályás közlekedés milyen fontos. Nyilván látják és értékelik azt, hogy azért történtek beruházások az elmúlt években. Például a MÁV elővárosi flottájának egy jelentős részét új vonatokra cserélték, és számos vonali fejlesztés is történt, és nyilván nagyon sokan mondják, látják, és mi is tudjuk, de minden visszajelzést köszönünk, és ezért is indítottuk ezt a kérdőívet, hogy bőven van még teendő. Például Szentendre esetében a Szentendrei Héva H5-ös hév járműparkja rendkívül előregedett. Ennek a cseréjén jelenleg is dolgozunk, hogy klimatizált alacsonypadlós új vonatokat tudjunk beszerezni a Szentendrei Hév vonalára, és a vonal fejlesztése is szükséges, de más vonalakon, például az esztergomi vasútvonalon, ami közel esik Szentendréhez, vagy a szomszédos vasútvonal, a szomszédos vonal, ami beágazik a Szentendrei Hévhez, ott ugye a vonal felújítása megtörtént, nagyrészt korszerű motorvonatok közlekednek az esztergomi vasútvonalon, de ezeknek a sűrítése, az, hogy több vonat szolgálja ki az északi agglomerációt, az azért nem lehetséges, mert a nyugati pályaudvar térsége, a nyugati pályaudvar körüli vágányszakaszok kapacitásának korlátai nem engedik meg, hogy több vonat tudjon bejárni. Emiatt ma is a vonatok egy része Angyalföldnél kénytelen visszafordulni Esztergom felé. Tehát vonala válogatja azt, hogy milyen intézkedések szükségesek. Ebben a stratégiában egy ilyen intézkedési és beruházási tervet szeretnénk felvázolni, és ehhez várjuk mindenki véleményét, és azt, hogy kitöltse ezt a kérdőívet. Budapesti agglomerációs vasúti stratégiát készít a Budapest Fejlesztési Központ a miniszterelnökséggel, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint a MÁV csoporttal együttműködésben. Ennek legfontosabb célja a vasút versenyképességének és kapacitásának növelése az agglomerációs közlekedésben. Vannak olyan beruházások, amelyeknek az előkészítésén már dolgozunk, de éppen azért, hogy ezek a lehető leghatékonyabban valósuljanak meg, ezért is szükséges ezeket egy hosszú távú stratégiába illeszteni. Ilyen például a déli körvasút, amelyik ugye a déli összekötő vasúti híd és az ahhoz kapcsolódó vágányszakaszoknak a kapacitás bővítése, a ma két vágányos vasútvonalnak három, illetve négy vágányosra bővítése, és új megállók megépítése a Nádorkertnél, ott az Infopark térségében, a Művészetek Palotája mellett a Vágóhídnál, vagy éppen a Népliget sarkában, ahol a metróhoz csatlakozik. Szintén elkezdtünk már dolgozni a hévek fejlesztésén, mind a csepeli ráckevei hévek, mind a Szentendrei Hév pályafelújításán, fejlesztésén, de ezt is például, mivel ugye azt gondoljuk, hogy az ötös metró koncepciójának van létjogosultsága, amelyik ugye arról szól, hogy az északi és a déli héveket a város alatt összekötni, és létrehozni egy Szentendrétől Csepelig tartó tengelyt, aminek nem is az a lényeg, hogy valaki Szentendréről Csepelre utazzon, hanem az, hogy Szentendréről is, és Csepel felül is a belvárosba el lehessen jutni, és a vonatok áthaladjanak Budapest belső területein. Én nem gondolom, hogy egy-két év múlva ez meg fog valósulni, de ahhoz, hogy például a Szentendrei Hév új járműveit, a pálya felújítását, az állomások akadálymentesítését, ami az első lépés, azt jövő álló módon tudjuk megcsinálni, azt tudnunk kell, hogy hova szeretnénk eljutni 15-20 év múlvára, tehát ezért is szükséges ezeknek a stratégiáknak most az elkészítése. A budapesti agglomerációs vasúti stratégia kulcsfontosságú célkitűzése, hogy az agglomerációs települések, köztük Budakalász és a budapesti külső kerületek lakói sűrűbb, magasabb színvonalú és gyorsabb vasúti szolgáltatást kapjanak. Ha ez megvalósul, jelentősen növekedhet a vasutat választók száma, csökken a közút terhelése, vonzóbbá válhat a környezet és klímabarátabb kötött pályás közlekedés. Tüdőszűrés lesz augusztus 28-án pénteken, 31-én hétfőn és szeptember 1-én kedden a Budakalászi Egészségházban, amit a Török Bálinti Tüdőgyógyintézet és a mobil tüdőszűrő szolgálat végez a kijelölt napokon, reggel 8 és délután 18 óra között. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálatnak díja van. A tüdőszűrés alapvetően a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat. Ezzel együtt a 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat természetesen ingyenes. Kérik, hogy a vizsgálatra mindenki vigye magával személyigazolványát, TB-kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrőigazolást. A maszk vagy az orrot szájat eltakaró kendő viselése kötelező, valamint az egészségügyi távolság megtartására is figyeljenek a vizsgálatra érkezők. A szűrés ideje alatt a felületek fertőtlenítését a szakemberek minden vizsgálatot követően elvégzik.
Végül a várható időjárásról. Pénteken a napsütés csak fátyol felhők szűrhetik, csapadék nem várható. Többfelé élénk lökések kísérhetik a keleti és a keleti szelet. Napközben 30-34 fokra készülhetünk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. Változások vannak az egyéni vállalkozások kötelezettségeiben és adózásában. Közösen kérnek segítséget a dunakanyari polgármesterek. Kutatást indított a Budapest Fejlesztési Központ a vasút használati szokások felmérésére. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalászma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Nézzék továbbra is a TV Budakalász műsorát, mert hamarosan kezdődik Fogadóra című magazin műsorunk, melyben vendégünk lesz dr. Lenhartné Kvajszer Fatime, az év szupertanára. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várik Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV kötője Budakalászon. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!